már évek óta a Trófea Fesztiválhoz kapcsolódóan igyekszünk a természethez, erdőhöz, vadakhoz kapcsolódó kiállítást szervezni a Tamási Galériában, és az idén szerencsére elfogadta felkérésünket Boros Andrea, aki Nagy Dorogon él, és egy picit úgy vettem észre, hogy kicsit visszahúzódó, természetben visszahúzódó személyiség, úgyhogy elég nehéz volt időpontot és kiállítást egyeztetni vele, és hát mondjuk örömünkre sikerült így ebben az időpontban. Úgyhogy ebből az alkalomból nagy szeretettel köszöntlek, Andrea. Szeretettel köszöntöm régi jó ismerősünket, Lönnhárt Ferencet, a Bárka Művészeti Szalon vezetőjét, aki régi ismerőse Andreának, és szívesen vállalta a kiállítás megnyitását. Ha megállsz egy pillanatra, hallani fogod a szellőt, ahogy a fák között tovarson. Akik tiszteljük a természetet, értékeit elismerünk, igába fogni nem akarjuk, és a természettől semmi mást nem kívánunk, csak azt, hogy áldását élvezhessük, és ezért áldozatra is készek vagyunk. Azok a képei, amelyeken a természetnek azt a fokát és szeletét ábrázolja, amely ritkán van előttünk, ám mégis létezik, különleges felkiáltó jelek a természet szerető emberi. Ha mi most itt megtehetnénk azt, hogy csak leülünk Andrea egy-egy képe elé, és elkezdünk vele beszélgetni, valószínűleg a hónap után is itt érnénk. Mert jó velük, jó a környezetükben, és mindazoknak a szerencséseknek, akiknek erre nyílt lehetőségük, jó a körülményben. Én azzal a meleg szeretettel ajánlom szerető figyelmükbe Boros Andrea kiállítását, hogy remélem a képeknek a hangulata, a mondani valója utat talált a szívükhöz, és ez az út valamennyiük számára otthonos, és közösen jól érezzük magunkat. Az alkotónak gratulálok, Tamási kiállítását szeretettel nyitom.